Hello, szia, szevasz! Üdvözlök mindenkit ezen a szép napon! Ahogy látjátok, készülődök, ugyanis szépen süt a nap, úgyhogy nem máshol fogok elmenni, mint kajakozni! Kijöttem egyet. Gondoltam, hogy jó az idő. Körülbelül 20 fok lehet, 22, és elővégeztünk a munkával, úgyhogy gondoltam, hogy eljövök egyet kajakozni. Ugye a csónak nem működik, mert még mindig nincs motor hozzá, nincs kész, nincs összetéve. És a kajak az egyetlen egy dolog, amivel ugye ki tudok most jönni a vízre. A Lucas iskolában van, a Davis az éppen alszik. Jaj, csak próbálok evezni. És hogy meddig megyek el, nem tudom. Hogy nemrég indultam meg, hogy legyen 5 percek körülbelül. Épp hogy csak ide kiéveztem, mutatom nektek, merre vagyok. Onnét jöttem, hogy látjátok, és csak elkerültem ezeket. Itt ez az első híd, ha itt átmegyünk arra felé, akkor ugye odaérünk ki mi hozzánk meg az iskolához. Én valószínű, hogy arra elmegyek még egy kicsit, aztán nem tudom, lehet, hogy kimegyek a nyíltabb vízre, lehet, hogy nem. Visszasodrás, látod, hogy visszasodrás? Arra felé, visszafelé. Átadtam oda a kamerát abban a lukba. Remélem, hogy hallatok, meg rendesen látok. Mindjárt megfordítom, hogy előre is lássatok valamit, vagy oldalra. Most mondjuk át itt a híd alatt. Még valamit csinálnak, a időben ki volt írva, hogy dolgoznak rajta. Bár nincs itt senki sem. Legalábbis én senkit nem látok. Na mindegy, hajó valami középen kell ott elmenni. Plusz eljöttem. De nincs, folyakkal vagy. Mindjárt itt vagyunk a híd alatt, itt a híd alatt átmegyünk, kérünk ide erre a nyitott vízre. Milyen megfolytom a kamerát, egy kicsit többet lássatok. Na, mutatom, hogy hol vagyunk. Arra felé megyünk, itt jöttünk át a híd alatt, ahogy látjátok. Itt van egy két emeletes ház, három. Kisütött a nap végre, elment a nap, elmegy a napok, egy kicsit azért hűvös van. És ide kiálltunk erre a kis homokos részre, ide a híd mellé. Én azt mondom, hogy arra kimegyek, arra a nyitott vízre. Aztán megyek egy kört, és utána visszafordulok. Az megyek, aztán meg ebédelek. Na már visszaraklak titeket, hogy lássatok valamit. Na, kiérkeztem. Még kicsit megállok pihenni, azt hiszem. Én is jöttem, sok felé nem mentem, ma is jutottam. Mutatom, ott van egy ilyen csónak, hajó, meg arra felé több. Amúgy itt megállhatok, mert ha jön erre egy csónak, ott kell neki, látod, ott jön, ott a pólya, a piros, nem tudom látni vagy nem, az mellett kell elmenni, oda túloldalán. Hogy ide be nem fog jönni, nem fog itt zavarni, csak max a hullámok, hogyha hullámokat csinál, ugye. Lehet, hogy kikötök egyet. És megértünk. Na, megérkeztünk. Mutatom, hova álltunk meg. Kiepúzzuk egy kicsit a kajakot. Én ne menjen sehova se. Látjátok, ott is van egy csónak. Valaki jött vele, ott hagyta. Meg itt is van egy pár. Kicsit arrébb sétálunk. Ezeket amúgy itt szokták hagyni. Senki nem lopja el őket, míg a motort azt leveszik róla. Vagy lehet, hogy alatta van, nem tudom. Nem bántjuk. Remélem, hogy jó helyen van a kajak. Nem fogja vissza bevinni a víz.
kicsit arrébb sétálunk, nézd, ott is van egy csónak. Aztán ott egy hajó. Hát, rossz állapot van, gondolod, ezt vissza lehetne csiszolni, szépen lefesteni. Szép hajó lenne belőle. Na mindegy, na ott jön egy motorcsónak. Remélem, hogy nem sokára elkészül ugye a miénk is. Aztán fogok tudni vele majd itt megint jönni ide ki, meg a családdal is. Jevezni se rossz, és egy kicsit fárasztó, főleg ugye munka után. Várjál! Kicsit megtakarítottalak titeket. Így munka után kicsit nehéz elvezni. Fárasztó. Na hova? Visszamegyek, nem hiszem hova sétálok. Azt mondom, hogy visszafelé elsétálok. Ugyanis arra lehet sétálni. Látod? Egészen oda, apá, a szüleimig beléptem bele. Valamivel beleléptem. Ebbe, na mindegy. Nézd, elment az a bácsi. Az is kijött. Ami sokan mennek ide ki ezekhez vissza a hajókhoz, amely ezekkel laknak, mondjuk pont azon nem laknak, de van egy-kettő, amin ugye itt laknak, mondjuk az ott, ottan, a távolba, és kijönnek ezzel a csónakkal, ugye itt megállnak, háti táskával vesznek vizet, kaját, mindent, aztán visszamennek. Hát kell oda elvezni oda szembe arra a szigetre, ugyanis ott egy sziget. Megnézzük, vagy ne nézzük? Na, meglátjuk. Először is én most kiszök egyet, ott biztos, mert szomjas vagyok. Értem, mutatom, hogy hol vagyok. Itt van a kajak, onnét jöttünk szemből, itt a túloldalról. Jó nagyot eleveztem. Na már kiúzzuk, hogy nehogy elvigye a víz, azt nem fog tudni visszaállni. Jól elhúzzuk idáig. Látod, ez egy ilyen fél sziget. És ott van a sziget. Úgyhogy most oda besétálok. Nézd, ott egy csónak is. Ki van kötve, ott? Látod? Szerintetek jó lesz itt, vagy nem lesz itt jó? Csak nem fog ide feljönni addig a víz, nem? Én azt hiszem, hogy itt hagyom. Na, elmegyünk arra. Oda leállítottam a kajakot, ahogy látjátok. Talán a víz nem fog olyan gyorsan feljönni, nem? Én nagyon remélem, hogy nem. Hogyha igen, akkor azzal kell, hogy ússzak. Ott is látod? Mindenhol. Annyi csónak, hajó van, de sehol nem látok rajta egy embert se, hogy lenne. Most mindenki vagy alszik, vagy nem jön ki. Vagy mit lehet becsinálni? Látod, az milyen? Te! Mindegy, oda besétálok, aztán megnézem, hogy mi van arra felé. Na, jövök. Mutatom, hogy hova értem. Ide erre a fás részre. Ott van a víz. Vagy látjátok? Ez a fa kiburult. Úgy nem tudom, mi lehet ott benne, de biztos, hogy sok kígyó. Vagy valami volabi mondjuk, az olyan, mint a kenguru, olyan állat. És itt szoktak lenni ott a túloldalt is. Szívesen bemennék, hogyha nem félnék arra felé megmutatni, mi van nektek, de félek ugye mindenféle ilyen csúszomászótól. Amúgy itt nem tudom, hogy láttátok-e vagy nem, de például oda raktak kukákat. Na már megmutatom nektek. Ugye az ilyen szép hely, oda néz, ez így lefényképezed, valami szép filmet lehetne itt csinálni. Na minden, nekem tetszik. Megmutatom nektek. Látjátok, hogy ide beállok? Olyan jól néz ki a táj, legalábbis szerintem. Minden hozzámegyek, majd ott van visszanézem. És ilyenkor amúgy gyűjtök filmötleteket. Hogyha valamit akarok ugye majd filmezni a jövőben, akkor tudom, hogy mit, hol, ugye milyen a helyszín. És azért szoktam fényképeket készíteni, meg videókat ugye, és otthon vissza tudom nézni, hogy milyen. Na, ezt mondtam, látjátok? Itt van egy kuka, ugye lehet dobálni szemetet. Ott meg valaki sátrazik benne, látod? Nem fogjuk őket zavarni. De ide át lehet menni. Na mindegy, oda nem fog befutni. Hogy nem lenne rossz, gondolod, de ide kijössz, itt sátrazol, el vagy. Szerintem nem olyan rossz ötlet, legalább egy hétvégére ugye, vagy egy napra, egy éjszakára. Na, én itt visszasétálok, átlépjük ezt a falat itt, ahogy látjátok. És én azt mondom, hogy lassan visszaelvezek. Majd látjuk, ha ilyen visszafelé azt mondom, hogy lehet, hogy rövidebb lesz az út, legalábbis nagyon remélem. Mert befelé visz ugye most a sodrás. Nem? Mert kifelé addig bírtam jönni, úgyhogy befelé valószínűleg könnyebb lesz. Na minden, ma meglátjuk.
Átmegyek oda a túloldalra. Oda néz azt a csónakot, az ilyen tákolmány, az nem csónak. Vagy az hogy néz ki, és abban laknak? Ugyanis ezt szoktuk itt látni, hogy ebben laknak. Valaki lakik, lehet, hogy csak egy ember, lehet, hogy kettő, de laknak benne. Amíg ebben azért nem laknák, egy ablak nincs rajta semmi se. Kajak, megvan? Rendben van. Na, átsétálunk ide! Ugye a víz most kezd feljönni? Lemenni? Mit csinálni? Ezt mindig összekeverem. Na, itt könnyebb sétálni. És ott a homokos részben rettentő nehéz volt föl, mint a hóba ugye télen. Ezt szoktam mondani, nagyon nehéz benne sétálni. Na, ugye én itt használom, hogy semmi nem lesz. Úgyhogy ha lemegy a víz, látod? Akkor nagyon oda be lehet sétálni a csónakokig. Azok a hajókig, ezek a hajók mind leülnek ide, ezzel ráülnek ugye a homokos részre, és nem tudnak elmenni sehova se. Mi most is be lehet sétálni egy darabig. Delfint azt nem láttam. Szoktak lenni delfinek, de most nem láttam egyet se. Na mindegy. Úgy errefelé semmi érdekes nincs. Körbe lehet egyet sétálni. Ott van anyukám. Látod? Mert én nem. Mindegy, az erkély az ott van. Úgyhogy ha más nem kinülnek a teraszon, csak nem hiszem, hogy látnak. Lehet, hogy fel kéne őket hívni, aztán integetni nekik egyet. Hogy te. Ki tudja, mi lehet ott bent, mi? Na mindegy. Úgyhogy visszamegyek én a kajakhoz, mivel elmosja a víz. Hogy te. Ugye szeretek ilyen helyeken járkálni, körbenézni egyet, főleg, hogyha van az embernek ugye ideje, és nem kell sietni haza. Akkor le lehet egyet ülni, enni, hogyha hozzam magaddal ugye valami ennivalót, én nem hoztam semmit, csak inni. Jaj te, na mindegy, most visszamegyünk. Gyere, visszaérek a kajakhoz, nem vitt el a víznek senki sem. Ami nem tudom, de kinek tűnt fel, de egyedül én vagyok itt a vízen, sehol senki. Egy embert nem láttam, kivéve azt a kettőt ugye ott, aki jött motorcsónakkal, de amúgy erre fel sehol senki, egy csónak, egy kajak, egy vízi bicikli, sehol senki. Én nem tudom, hogy miért. Nézd, meglepték a madarak a kajakmat. Úgy néz ki, hogy tetszik nekik, ezeknek a sirályoknak. Na, elmennek. Úgyhogy én most belököm, kihúzom oda a végére, annál is kevesebbet kell ugye elveznem. Aztán nekiállunk. Most van 2 óra 20, kíváncsi leszek, hogy mire érek haza. Vissza berakom a kamerát, kiforítom belőle a vizet, ugyanis nekünk van benn víz. Aztán elindulunk arra befelé, oda jó messzire. Úgyhogy induljunk! Hozzáérkeztem, lezuhanyoztam, megebédeltem, és elfáradtam. Te hiszed vagy nem, de én annyira elfáradtam, annyit elvesztem, hogy nem gondoltam, hogy odáig ugye el fogok menni, meg gondoltam, hogy csak idáig ugye kimegyek oda arra a részre, aztán onnét egy kicsit tovább mentem, aztán kimentem a szigetre. Ha te! Na minden, meg régen sokat szoktam úszni, képzeld el, régen 1000 métert, 1 kilométert minden egyes nap leszoktam úszni én és az öcsém, meg ugye másik gyerekek az úszodában, nem itt a nyitott vízen, az úszodában, mert ugye jártunk, és nem tudom, annyira nem szoktam ott elfáradni, de biztos azért, mert hozzászoktam, így meg munka után, na minden, egy jót elvesztem. Na, szervusz! Mi a helyzet? Semmi. Készülődünk, ugyanis elmegyünk a boltba, úgyhogy én azt hiszem, hogy a csónakkal könnyebb menni. Nem sokára ugye el fog készülni, ahogy látjátok. Aztán, amit még akartam mondani, ugye a héten megosztottam most már 2 videót. Ezt a rövidebb videót, mikor érdekes dolgokat mutatok nektek. Eddig tetszett mindenkinek, legalábbis az első videó, a másik azt nem most osztottam, mert ugye nem olyan régen ott a vizem. És lesz a jövőben, én azt hiszem, holnap meg holnap után megint egy másfajta videó lesz. Ilyen rövidebb, vagy lehet, hogy nem rövidebb, de nem ilyen vlogos. Majd gondoljátok, írjátok meg a véleményeteket, ugye, hogy mit gondoltok róla. És majd eldöntjük a jövőben, melyik tetszett, melyik nem tetszett, milyen fajtát csináljak még, ha egyáltalán ugye csináljak, vagy ne. Úgyhogy, na mindjárt, ma meglátjuk. Én ezt a mai videót én most lassan befejezem.
ugyanis sok érdekes dolgot nem fogunk csinálni, elmenjünk a boltba, hazajövünk, aztán leülök a tévé elé, és figyelek, ugyanis már attól fáj a kezem, olyan mondom, hogy tartom a kamerát. Holnapra biztos nagyon izom, lázom lesz. Na minden, majd max holnap is megyek egy kört, aztán hozzászokok. Aztán ilyen szép, nem szép, ilyen jó izmos leszek. Na minden, Jeff, ezt a videót én most... Ezt a videót én itt most befejezem, mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézzük, ahogy szoktam mondani. Sziasztok! Sziasztok! Szia, szia, szia!